Már 2 kori diszkó is megrendezésre került, még egy van hátra idén. Az első programon kevesebben jelentek meg, mint a várt létszám. Az első ugye az 4-én került megrendezésre. Hát nem voltak annyian, mint amennyit nem vártam igazából se. Nagyon sok embert, se keveset, hiszen ez egy új program, viszont azért meglepődtünk, hogy azért egy 70-80-an voltak összességében egy ilyen 2 óra leforgás alatt. Főleg a 7.-8. osztályosokat láttuk, hogy ők mozdultak meg legjobban. A második alkalman pedig ugye az most volt 11-én, ott pedig még többen voltak, mint gondoltuk. Olyan 90-en fordultak meg a 3 óra alatt, ugye az egész rendezvény 4 órás volt, viszont így 11 óra tájékában már nem nagyon mozgolódtak emberek. Szintén 7.-8-osok és 9-esek voltak, akik legtöbben ott voltak a rendezvényünkön. Ilyenkor zenével és forró frissen főzött teával készülnek a szervezők. Mi adtuk a zenét nekik, ugye bárki kérhetett bármilyen zenét, igazából mindenféle időből és műfajból adtunk nekik zenét, és teát is ugye szolgáltattunk nekik, ami azt mi főztük még ott, az este frissen volt, úgyhogy igazából az fogyott legjobban, mindenkinek nagyon örült neki. Ugye mi behoztuk viszont azt a második alkalomnál, hogy a diák igazolvány már nem volt szükséges, hiszen sok szülőtől és felnőttől is hallottam, hogy ők szívesen eljöttek volna, esetleg egy retro estre mondjuk, és úgy gondoltuk, hogy ez a nagy érdeklődés miatt eltöröltük azt, hogy diák igazolvány szükséges. A harmadik idei utolsónál pedig behoztuk azt, hogy a rendezvény 7 órakor kezdődik, hogy minél több általános iskolás eljárásán. Több terv van, ami még megvalósításra vár, így az ünnepek alatt a kori pályán. A tárban volt, hogy a tematikus korcsolyázást hozunk, azaz egyik este csak retrozenék, vagy mondjuk most a karácsonyi előtti korcsolyázáson esetleg karácsonyi zenéket rakunk. Szóval még az is lehet, hogy ugye még van egy 4. alkalom, ami megrendezésre kerül. Ezt januárban fogjuk valószínűleg létrehozni, és hát lehet róla szó esetleg, hogy a későbbiekben még egy felnőtt korcsolyázás is létrejön.